Hát talán a tiámot tudom elképzelni, aki a konyhába feltalálja magát éppen azért, mert sok kultúrát ismert meg, és ott talán magába szippantotta. Csabi, izgulsz már? Ha? Nagyon már, mert nem tudom. Hát van is miért izgulja. Mit kell főzni? Gocsis Gerinél inkább azt tudom elképzelni, hogy ő az ízeket megízleli, a finomságokat, és majd ő lesz az, aki véleményt mond az ételről. Szerintem a Geri az mikróba csinál vírusli. Az már ne? Geri, az már ne? Vírusli nem biztos, de a vajos kenyeret azt parádésan csinálom. Egyik a jufőszkéből se ennék. Ragaszkodsz hozzá, hogy elhozzuk a kóstolót, vagy meg vagy nélküle? Ragaszkodok. Geri lakásába érve Csabi először alaposan feltérképezte a helyszínt. Ez a szenegáli oroszlány. Valóban szenegáli oroszlán? Valóban. Tiám miatt tetted ki? Abszolút. Mikor elnézek, mindig a tiámra gondolok. Majd leosztották. Akarom mondani, Kocsis Gergő leosztotta a szerepeket. Többnyire te fogsz főzni, én meg kiadom a utasításokat. Minek után akkor megbeszéltük ki a séf. Jó, megbeszéltünk, hogy te vagy a séf. Igen, te vagy a kukta. És fizetni fogsz engem utána. Hát, Kost és Kvárté. Jó. Apropó Kvárté, itt még ez csak egy vicces megjegyzésnek tűnt. Később kiderül, hogy miként lett valóság belőle. Geri egy igazán magyaros egytál étellel szerette volna csapattársát meglepni, ami a receptkönyvek alapján pillanatok alatt elkészül. Tehát akkor paprikás krumplit fogunk főzni. Igen. Még nem fejtettem meg, hogy hogy és hogy mi kell hozzá, de rövid határidőn belül ezt mindjárt kitalálom. Parancsolj! Oly, de szép! Parancsolj! Megkötöm, segítek! Jajjajjajj! Segítek! Alatt a feleségem ez látja, ez nem fog elhinni. És amúgy azt még látom, hogy ugye egymás mellett ülünk az öltözőben, elég sokat hullik a hajad. nem teszem föl! Ez biztos nem fogom! Ez nem! De! Pasztol mindenit! Ez nem fogom, nem. Hát te vagyok. Ez nem jó. Hallod? Aztán, hogy néz ki? Hogy néz ki? Szenegáli séf. Aztán mindenit. A profi séfünk, miután a higiéniai előírások alapján beöltöztette segédét, kezdődhetett is a könnyen kivitelezhető menü előkészítése. Mária, kérni talapot. Azaz, hogy hívjön föl! Na, nem kell, nem kell hívni, nekem már itt ez kész. Én készültem. Jaj. A Legyen Ön is milliómos műsor még szóba jön a későbbiekben is, de már itt is látszott, hogy a házigazda, bár folyamatosan tagadta, gyakran szorul majd telefonos segítségre. Kell burgonya. Na, ezt már is lehet kezdeni, ebből is van kettő. Ezt már is lehet kezdeni, kicsit megmossuk. Gondolom meg kell mosni előtte, vagy nem? Nem kell mosni, nem? Hát először... Hát utána kell mosni. Így van. Nem most. Na, akkor kezdjük ezt el. Jó, na, akkor csinálom én a hagymát. Várjál, csak mi kell még hozzá? Mi is kell azt? Igen, vörös hagyma, fűszerpaprika, az van. Hát nem mondjad, hogy googlozzál a konyhát. Fűszerkömény van. Jó, hagymát kifejezetten finomra aprítjuk. Majd egy pötty ételolajon megindítjuk, ha pirulni kezd, kevés vizet öntünk alá, pár percig pároljuk benne. Hát mindig itt hagyod hűtőt, mert nem lesz ideg. Nem szoktam. Vajon ezt így kell kockákra? Na mindegy. Jó lesz. Azt a mindenit. Te vagy a sem vagy én, mert indiktálod most már mindent. Hát de mert rögtön az első utasításomat felülírtad. Megmondtam, hogy a hagymát kell pucold, de nem az a lényeg, Csaba, mindig a nap végén számolják a bárányokat is. Hát jó, nem az igen, a lényeg, már meglátjuk. Milyen hogy... lesz. Jó. És ez parádé lesz. Hát de dobd bele ide az utána, megpucoltad. Hova? Hát nem dísznek van itt a víz, ide dobd bele. Bocsánat, chef. Ez majd ide jön. Na majd még egy nagy probléma lesz, amit majd még meg kell valahogy ugorjunk. Igen. Hogy kell a sütőt beindítani? Azt te tudod. A más nem mondjuk a mikróba, meg tudjuk majd melegíteni, de... Hát mikró se tudok. Közben várjuk a kommenteket azzal kapcsolatban, valóban ennyire bonyolult az indukciós főzőlap működése? Ez most nagyon hagymás lesz, Csaba. Mi? Annyi, hogy szólj az asszonynak, hogy ma már nem csókolóztok.
De ez több kell, nem? Micsoda? Vagy ez, ez elég? Hát még egy hagymát még vágok. És nem is fáj a szemedet? Vagy? Nem. Hogy? Hát én vidéki vagyok. Ó, Istenem. Meg hát én, na hát ez már hosszú évek munkája. Rutin, évek, tudod. Rutin. Rutin, aki nem tudja indítani a fitő, jó. Most azt mondták az okosok, hogy majd akkor kell ezt a hagymára majd rátenni a paprikát, amikor már üveges. Vajon hogy néz ki, amikor üveges? Segítünk, Geri. Felmelegített zsiradékon, spoiler, érdemes lesz figyelni, mikor kerül az olaj az edénybe, kevergetés mellett áttetszővé kell párolni a hagymát. Most már mit csinál? Hát még semmit, de majd hogy fog... Most nem üveges? Mit? Hát ez már üveges, ez már most is üveges, bár szerintem már el. Ezért most már pont látom, hogy nem is kapcsolta be. Hát nem, miért? Rajta van, itt olvasom direkt a receptet, rajta majd be kell kapcsolni a sütőt. Hát nincs bekapcsolva, akkor hogy hát de miért kéne bekapcsolni? Hát nincs benne. Nincs, nem írják, hogy be kell kapcsolni a sütőt. Jó, akkor így jó lesz? Így jó. Elvéletileg így lesz a jó, igen. Jó. Halló, én éhes vagyok, és jó kolyát. Akkor szeretném menni. Vettem izét. Csabai kolbászt. Igen. Zsömlét. Most meg szeszünk. Szendvicset. Mi baj lehet? Szendvicsot? Hát ez biztos, hogy nem így csinálják a profik. Séfünk keze alatt csak úgy égett a munka, és pláne a lába alatt. De, hát ez milyen sem vagy? Azt a mindenit állod. Elég a hagymából. Nem tudsz pusztulni. A hagymá, ez már biztos, hogy elég. Igen. Na, akkor ebbe kell egy csöpp olaj. Olajat kéne kideríteni, hogy merre van. Hívjad föl. Merre lehet? Lehet telefonos segítségre lesz ismételten szükség. Most tegye fel a kezét, aki a fiókban az evőeszközök között tartja az üveges étolajat. Mert Geri ott is kereste. Hát de nehogy menne legyen olaj. Igen, ez a nagy chef. Hát de... Noron tudja. Igen. Halló, figyelj! Mi van? Nem, keresem. Mindjárt meg lesz. Ugye, hol van a... Hát, és egyből tudja, és biztos tudja. Olajat hol tartjuk? Békony fiók. Milyen békony fiók? Micsoda? Ja. Megvan. Itt az olaj. Ja, persze, tudtam igen. Én, hogy van olaj. Na. Magadról tereltem, nem? Na most. Azonnal meglett az olaj. Az előtte lévő keresés, azt majd szépen kivágjátok. Igen. Igen. Olyan ennyinek tudtál. Elméletileg elégnek kell lenni. Majd megvárjuk, amit üveges lesz a hagyma. Mit jelent ez? Hogy üveges a hagyma? Igen. Hát, hogy nem tudom. Biztos átlátszó, vagy törékeny. Átlátszó, nem ez tudom. Nem biztos. Átlátszó és törékeny, azt jelenti. Persze, Geri, törékeny. Tegyük hármasra. Csak nem legyen fekete. Most az így jó lesz? Indult? Valaminek mennék. Nem is tudod beindulni. Valami hangot ad ki. Várjál, mutatom neked. Na, mutasd. Na. Szerencsére Tiám Kukta elméletileg ismerte az indukciós főzőlap csinyát, bínyát. Hát látom, hogy 8-as. De melyiket a 8-as? Hát ez a 8, ez. Ez a gondolom. 8. Nem, de hogy? De, az. Hát milyen gondolod, hogy itt a bal felső sarokban a jobb alsót kell bekapcsolni? Jövőni kezd, kevés vizet öntünk alá. Most már végeztem. Hagymát kifejezetten finomra aprítjuk. Igen, az sikerült. Egy pötty étolajon, jó, kicsit több lett. Pirulni kezd, kevés vizet öntünk alá. Pár percig pároljuk benne. Igen. Ki írt ez? Ezt? Én. Én már előre leírtam magamnak. Biztos nem. Mondom, mert előre leírtam. Tegnap is, tegnap előtt is, mind a két nap csak paprikás krumplit csináltam, és kitapasztaltam. Egyszer egy centire kell ezt feldarabolni. Egyszer mi? Egyszer egy centi. Mi a egyszer? Matek korámat voltál? Megy ez nektek, voltam fiúk, már. Hiszen egyszerű ez, mint az egyszer egy. Akkor vágd így még egyszer, és utána kicsikre. Nem, itt kicsit. De úgy jó, de ne, kisebbekre, mert akkor... Na,
Igen. Így, igen. És akkor majd most így. Kockák. Így. Igen. Kolbász szereted? Nem. Én nem ezek kolbász. Ágye. Nem. Harit? Nem, így nem. Kolbász az jó. Csaba, ettél már paprikás krumplit? Hát soha nem ettem paprikás krumplit, mert nem szeretem a kolbászot. De mit tesztek ti otthon? Szenegálba. Szenegálba? Hát ilyen rizs, ez minden nap rizs, ez biztos, de valami hallal, vagy bárányjal, vagy valami ilyesmi. Bárány? Igen, bárány ez. De és akkor disznót nem esztek? Nagyon szeretem. Hát valaki ezt meg disznót, valaki nem. De te eszel disznót? Én nem eszek. Lehet, hogy ezt a kérdést hamarabb is feltehette volna Geri, és akkor egy jó szegedi halászlét kellett volna készíteni, hiszen az is gyorsan elkészíthető, ha valaki ennyire profi. Hát te is ebből fogsz enni, csak majd akkor félreteszed a kolbászt. Tessék? Félreteszed hát majd. Krumplit megeszek, mert már dolgozom, értenem. Te és akkor mi a kedvenc kaját, Csaba? Magyar kaja, vagy? Magyar. Ó, ez a rakott krumpli. Rakott. Ó, de szeretem. Hát ezt akartam, hogy főzünk, de kicsit idő, nem? Hát nem, ez igazából... Hát nyilván, idő. Hogyha most egy amatőrrel csinálnád, akkor idő lenne. Így, hogy velem csinálod, így... Nem, ez biztos idő lenne, mert... Hát órám, de mennyi óra? Hát reméljük elég kevés, mert nem vacsorázni akarunk ebédelni. Hogy kérdezzem meg, te egy dologra tudsz csak koncentrálni egyszerre? Vagy te most mit csinálsz? Egyszerű, hát most már csináltam a szép dolgokat. Hát, de mit? Hát, és az a többi krumpliról mi lesz? Igen, elfelejtettem. Hát. És te mi a kedvenc kajad? Nekem? Igen. Én mindent megeszek, kivétel a gombát és a mazsolát. De ez nem egyszerű, hogy itt vágom el mindent is, kész. Hogy? Szerintem egyszerűbb így. De nem egyszerűbb, mert akkor nem fog átsülni. De Csaba, figyelj ide, te kukta vagy, te úgy csináljad, ahogy mondom. Jó, csak nem vágom az olyan, mert... Még egyszer azt vágd félbe. Ügyes vagy. Jól van. Köszönöm. Most nem lenne háló a fejeden, megsimogatnám. Én már hagymát is elvágtam. Te csak a krumplit vágtad eddig el, én már itt már mindent felszeleteltem. Úgy, hogy én a sép vagyok, te a kukta. Jó. Mi van a konyhafőnök? Konyhafőnök. Igen. És mi lesz ott? Hát majd oda megyünk. Mi oda megyünk? Igen. És hát, nyerünk, nem? Csaba, majd... Hát biztos nyerünk. Te mész, én meg majd szurkolok. Ha látva a produkciótokat az ismert főzős műsorból most nem kaptok meghívót, akkor soha. Amúgy, figyelj, lehet, hogy üveges a hagyma. Most, mint hogyha kicsit üvegesebb lenne. Csak lehet, vagy... Üveges most. Nem tudom, még egy kicsit hagyjuk, aztán hát, ha már most tényleg majd... Ó, Isten, szerintem nem menjünk inkább a konyhafőnökbe, vagy valami ilyesmi, mert kiesünk elsősorban. Azok a kis picik, azoknak már más a színe, halló, mint ezeknek ilyen, a... nézd meg. Van amelyik halló. Ilyen sárgás, üveges. Tanulod neked, hogy lehet tudni, hogy üveges? Na. Hogy ilyen arany színe lehet izi. Mizet? Hagyma. Aranyszínű arany van, igen. Aranyszínű van. De ha aranyszínű, mitől üveges? Inkább puszkozom a krumplit. Amúgy ez biztos, hogy lehet nagyobbra állítani. Várjál már. Rocsogjon. Na, mutatom, hogy a profik hogy csinálják, jó? Így, gyorsan. De levágod fél krumplit, mert itt puszkozod, akkor nem is lesz krumpli. Csaba, nagyon lassan dolgozó, megmondom őszintén. Meg, ilyen gyorsan. Megmondom még őszintén. Még nem látom az életemben. Nem vagyok túlságosan megelégedve a munkáddal. Mindjárt fekete lesz a hagyma. Amúgy tényleg a hagymát, azt ne felejtsük. Hát a kicsi víz az mondjuk ennyi. Hát ez mi? Ez mint a leves, mint a hagyma leves. De mondom, nap végén majd, amikor majd... Hagyma leves csináltál? Hát nem fogom így enni, ez biztos. Chef, nincs be kapcsoló. Tényleg mi? De hogy tudok fogni a na várjál! Isten! Nem, amúgy most, mert őszintén ezek csak kíváncsi voltam, hogy figyelsz. Nem is vettél észre? De mert kíváncsi voltam, hogy figyelsz. Én észrevettem, én láttam, csak... De hogy vettél észre? Én mondtam meg. Na, ilyen paprikás krumplit Szenegálban még nem ettél. Hát Szenegálban biztos nem.
Magyarországon se. Mert Magyarban lehet már ilyen paprikás krumplit, de hogy Szenegálban nem ettél még ilyen paprikás krumplit, az 100%. Azt most mondom neked ide a rozsdásba. Ha lesz paprikás krumpli, mert úgy néz ki, mint hagymaleves. Hát most leszünk egy jó hagymaleves. Az rossz. Hagymaleves, az rossz. Tényleg nem tudom, mikor leszünk kész. Hát ennem kellett... Vagy ebből mikor lesz valami? Mielőtt jöttem ide. Ettél mi? Hát nem ettem, ez a bot. Krumpli vagy a kolbász először? Először a... Nem tudom. Először a krumpli. Hosszú évek óta már erre készülök. Őristen! A fekete hagymadarabok azok vajon odavalók? Vigyázzatok, fiúk, ha a hagyma megég, akkor keserű lesz, és az nem csak rossz ízű, de egészségtelen is. No persze a kedvenceink, mivel többnyire kikapcsolt állapotban használták a főzőlapot, így gond egy szál se. Hát mondom neked, hogy fekete lesz. Mindegy, jó lesz mondtam, ez. Hogy nem. Kádárnak jó lesz ez. Kádár? Hát szerintem Kádár nem fog ezt enni. Nyugodjon meg mindenki, elárulom, hogy Kádár Tamás végül nem evett a műalkotásból. Na sőt, most. De most már mit csinálok én? Te? Most már végeztem? Te most ülj le egy kicsit. Igen, jó. De én kíváncsi vagyok, mit fogsz csinálni. Jó, akkor figyelj, akkor hozzá légy szíves nekem vizet. De hol van a vizet? Hát, hát ott van abban a fehér izében, hozzá légy szíves vizet. Ezt levesszük a tűzről, mert le kell venni, tudod? De honnan hozom a vizet? Hogy tanuljál valamit. Le kell venni a tűzről. Mikor beleteszed a piros paprikát, igen, le kell venni a tűzről. Tudtad? Na. Isten ments, hogy egy ilyen szakemberrel vitába szálljak, de lehet, hogy kevesebb piros paprika is elegendő lett volna? Ó, jó lesz, jó piros lesz. Aha. Csaba, hogy ne legyen keserű a történet, le kell venni a tűzről, amikor a paprikát beleteszed. Érted? Nem értem, de jó. Mindegy, ha nem érted, akkor is mindegy, ezt kell csinálni. Ilyen cseh még nem láttam az életemben, hogy nem is tud főzni. Krumpli. Ez nem lesz jó. De jó. Ez pompás lesz, Csaba, ez pompás lesz. Biztos nem lesz jó. Só? Ez a só biztos. De várjál, ez elég, ez a víz. Ez minek volt? Na majd annyi víz kell, hogy pont ellepi a krumplit. Jó, szerintem elég. Akkor. Na. Úristenem. Ó, szerintem rendelni fogom a kolyam. Mert ez nem fogom menni, ez biztos. Kicsi vizecske. Ez kicsi volt, igen. Igen. Pont el kell lepni, várjál. Ellepi? Ellepi. Csaba, ez tökéletes. De nincs bekapcsolva még egyszer. De még nem is kell bekapcsolva lennie, Csaba. Még várj egy kicsit. Így kell? És így kell, mi majd? Fűszerkömény, mert ugye van fűszerkömény is itthon, mert ugye minden van. Akkor most hátra helyezzük. Igen. A sztorit, és most de van. Ezt is jó amúgy, nem? Ez most bekapcsoljuk, mert most már beszabad kapcsolni. Eddig nem szabadott bekapcsolni. Igen, nem szabad, jó. Igen. Jó, tegyük még bele ezt a keveset, tényleg a Kádárnak legyen. Hát ez már csak te fogsz enni ezt. Én nem fogom ezt enni. Itt azért meg kell jegyezni, hogy Csabinak tökéletes a megérzése. És még egyszer kiemelem, nem evett belőle végül Kádár Tamás. De mikor beteszel a kolbászot? Csaba! Ez nem a legyen ön is millió most, te most kukta vagy. Mikor tesszük bele? Most igen, ezt itt 20 percet itt hagyjuk, főni a saját levébe. Igen. És majd utána beletesszük a kolbász meg a vizslit. Az eredeti recept szerint egyszerre nyugodtan hozzáadhatjuk a kolbászkarikákat és a krumplit, ha vizslivel is gazdagítjuk, az csak a végén kell. De kit érdekel az eredeti recept? Na, gyere addig nézzük meg a hétvégi meccset. Amíg a krumpli puhult, kihasználták az MTK Budapest kiválóságai az időt, és megcsodálták Csabi egyik idei gólját. Ahogy indulsz. Hogy indulok? Úristen. És azonnal meglestett, hogy ott kell érkezzél, és gól. És egy életerős lövés. Szép. Életerős. Hallod, Geri, tudom, hogy nagyon akartál jó főzni meg, de most már annyira nem, ez jó lesz, nézd, rocsog. Milyen pizza okoz? Vagy burgeret? Rakott krumplisat. De akkor külön nincsen. Hát a rakott krumplis pizzát tudsz intézni, ezt megehetjük, de ez most már rocsog.
ez esküszöm, hogy jó lesz. De én tudom, hogy próbáltál minden, csináltál minden Csaba, dolgokat. De Csaba, de nem baj, nekem, hidd el nekem, bíz magadban, te voltál a kukta. De itt van az, itt van az élet. Hallod, egyszer lent nekem. Na most rotyog. Nézzed már, hogy rotyog. De ez nem biztos, hogy jó. De ez nagyon jó. A rotyogás az nagyon jó, az csak jót jelenthet, semmi mást. Akkor bízom benne. Na, hagyj rotyogjam. Na, órák kérdése. Csabi, az esküszöm parádé lesz. Hallod? Csabi, ez világklasszis. Hallod? Csabi? Csabi! Kész van mindjárt kaja. Hánykor van most? Hát 8:30. Fél mi? Hát még fél, de akkor az még fél, tíz hát, sincs. Most mindjárt eszünk. Holnap fogunk aztán enni. Utána menjél haza a családhoz, mert hát ne legyél a nyakamon egész nap. Elég volt már belőle. Hát most már vacsora van. Mivel valamiért még mindig nem állt össze tökéletesen az állítólag pillanatok alatt elkészíthető magyaros étel, ezért a Geri által viccesen felajánlott kvártély valósággá vált, és végül mégiscsak ebéd lett a meghívásból. Igaz, a tervezethez képest egy nappal később. Csabi, beleteszem a kolbászt, virslit, rögtön kész. De hát most, na, jó munkához idő kell, tudod te is. Most mi van? Hát szerintem... Mi, azt hitted, hogy 5 perc alatt végzünk? Hát... Ha összekapni nem fogom. Hát vagy valamit csinálok, vagy normálisan csinálom, vagy nem csinálom sehogy. Csaba, azt mondd meg nekem, mikor aludtál utoljára ilyen jót? Hát ilyen még nem aludtam az életemben, kaja közben. Hát ennél nincsen ennél nincs jobb érzés, amikor az ember egész nap főz, lefekszik a kajakómától, csak éppen most nem te lehetted magadat, csak egész nap a kajaszagot szagoltad. És még nem kész. Még nincs, de már mindjárt készen van. Ez a baj, hogy még nem kész. Már mindjárt készen van. Tényleg, mindjárt kész. Hallod, csinálunk, amit mondtam előbb, hogy rendelni kell valami. Nem kell itt rendelni, ez tökéletes lesz csak. De teríteni ki szokott, a kukta vagy a séf? Biztos a séf. Biztos, aha. Na jó, Csaba, egyszer van gyereknap, akkor megterítek én. Elvileg villával meg késő leszik, lehet, ez kell kanál is. Kérsz hozzá kanalat? Nem kell kanal. Jó. Ha leves, akkor kanal kell. Ha leves. De úgy néz ki, mint a leves. Nem tudom, mi lesz a vége. Ez a legfontosabb, mert igen. A szarokkalja, akkor is legalább azt csak tudjuk mondani, hogy a tálalás az jó volt. Az idő csak. Hallod? Csak legyen kész a kaja. Csak ezt kérem tőled. Légy szíves. Úristen. Hallod? Két napi kaja. Főzős. Nem biztos, hogy arra való, de most erre való. Tessék. Hát ez a legjobb sem vagy egész Magyarországon, hallod? Na. Világon is, mondom. Kicsit eltörölgetjük a dolgokat. De kaja után, barátom. De nem kaja után, Csaba. Hallod? Csak... De azt tudod, hogy te mosogatsz. Azt tudod, hogy te mosogatsz. Jó, csinálom, amit akarsz, de csak legyen kész a kaja. Jó, a kaja mindjárt készen van, Csaba. Hát mindjárt volt egy nap ezelőtt. Amúgy ránézel, hasonlít rá. Az nem biztos, hogy finom lesz, de hasonlít. Hát most egy játékvezető lennem, akkor már egy szárgalapot kapott időhúzás. Hát legjobb vagy. Nem, ez már lassan piros. Hát legjobb vagy, minden ez már lassan piros. Hagyjon már, én nem fogom kosolni. Ez biztos nem, te. Na te gyere, egyet. Egyet a séf kedvéért. Nem. Gyere, te kosolod, én nem akarok valami baj legyen. És még mondja valaki ezek után, hogy nem igaz, mi szerint a jó munkához idő kell. Ez világbelül. Úgy néz ki, igen. Na várjál. Kicsit ízesítünk még rajta. Jó sok só! Azért nyom minden szagot. Azt a mindenit. Meg ízt? Igen. Nem lehet, hanem egészen biztos, hogy szerelmes a szakács. Sóból tehát jutott bőven, de borsból egy csipetnyi sem. Na, Csaba. Kész van? Kész. 112 lesz a mentőnk, nem? Hívom föl? Vagy nem kell? Nem kell. Nem kell? Nem, ez komoly lesz, ez komoly akkor lesz. Akkor jól leszünk. Na, hogy leedd a felsődet. Ezt még szerintem, ezt még akasszuk a nyakadba. Se fél a nyakamhoz.
De, ez se fér. Ez fölfér, ez fölfér. Nézd meg, nem fér, nem fér. De. Jó étvágyat. Azt pont te vágtad. Ha esetleg kemény. Amúgy nem kemény, esküszöm, jó lesz. Na, egyed már. Nem bízom benne ezt a kajában. Hát mondtad akármit, az jó. Hát sokkal rosszabbra számítottam. Ha már a vendégnek, nem legalább a házigazdának ízlett a főztje, így az ő mosolya őszinte volt.